szembe volt a malom, és én Molnár Inas lettem. Sokat zsákoltam, egy évig asztalos inas is voltam. És nagyon szeretem a természetes tárgyakat, nagyon közel áll a szívemhez ez a világ. Akár agyagból készült, akár fából készült, és az egész környezetemre ez jellemző. Itt voltak az időszaki kiállítások, és 112 időszaki kiállítást rendeztem. Én külföldön tucatnyi kiállítást csináltam a naivból akkoriban. Azok gyűjteményesek voltak, vagy ilyen egyedi? Gyűjteményesek. Hát azok gyűjteményesek, de úgy képzeld el, hogy Japánba, Indiába, Angliába. Tehát így érzs a 12-t, hogy a világba. Ez volt a szívemcsicske, minden tálatvezetést én csináltam, akár kijött, akár az országból, akár külföldről, mint megyei múzeumi közgatónak, az volt a feladatom, hogy vezessem Gorbacsos házaspártra a naivba, hogy ez micsoda, hogy van, mint van. Szóval, tehát ez egy kiemelt program volt itt Kecskeméten. Én úgy fogalmazom meg a játékot, mint az alkotó ember első megiratkozását. Itt szomszédban volt az óvoda, tehát egyszer a gyerekanyag, és itt volt a társulatom, a naivúzom, tehát ez egy olyan együttes, ami indokolt, hogy ide kerüljön. Az elveket én fogalmaztam meg, tehát azért, hogy a legfőbb szerepe a műhely munkának legyen, hogy itt csinálni lehessen dolgokat. Nem annak a hagyományos múzeumnak, hogy feltétlenül az a lényeg, hogy az eredmény, ami létrejön, hanem a folyamat. És ezt a folyamatot kell szolgálni az egész épületnek, hogy itt a műhely munka legyen a döntő, a folyamat legyen a döntő. A végeredmény az már, ha úgy tetszik, egy befejező folyamat, ami már nem hoz újabb eredményt. Ajándékig alól születtem, tehát tudom, hogy mit jelent az, hogy anyag közelbe lenni. Különösen nagy szükség van a manuális készségek fejlesztésére, mert inkább a szülő is megvásárolja a kész dolgot a gyereknek, és hiányzik az, hogy ő maga teremtse meg. És ettől valahol válik pedig emberi a gyerek, hogy képessé válik arra, hogy maga is megcsináljon dolgot. Minden emberben meg kell keresni azt a kicsi-kis értéket, ami fejleszthető. És ez a pedagógia alapelve szerintem, hogy ilyennek kell lenni. Hát én nem véletlenül, én körülbelül 70 éven keresztül foglalkoztam alkotó emberekkel. Hát én elásadtam volna magam, ha nem ezt az elvet képviselem. És én nagyon sok ember mondja ma is, hogy nagyon köszönni, hogy én segítettem neki abban, hogy ő alkotó emberré váljon.